Sziasztok, Anna vagyok, és a mai egy percesben a tűzhely tisztántartásáról lesz szó. Van ugyanis egy tűzhelyem, amit körülbelül minden mosogatás után leszoktam takarítani. Teszem ezt azért egyrészt, mert ezt tanultam az anyukámtól, másrészt pedig, mert nem akarom, hogy ráigjen a kosz, mert tudom, hogy utána már sokkal nehezebb lesz letakarítani, ha egyáltalán le tudom sikálni. De hogy miért beszélek most erről? Azért, mert a múltkor pont ennek a takarítása közben gondolkoztam el azon, hogy az igeolvasás ilyen kell, vagy kellene, hogy legyen a mi életünkben. A Biblia rendszeres olvasása ugyanis lehetőséget ad arra, hogy Isten rendszeresen megtisztítson minket az ő szavával. Rá tud mutatni hibákra, bűnökre, az életünkben meg tud feddeni, inteni. Ha viszont ezt elhanyagoljuk, és Isten hosszan figyelmen kívül hagyjuk, akkor olyan szennyeződések tudnak megtelepedni a mi szívünkben, életünkben, rossz szokású bűnök, amiket aztán már nehéz onnan kitakarítani, ha esetleg nem megyünk olyan messzire, hogy már meg se próbálkozzunk ilyen takarítással. Pedig a szívünk tényleg egy tűzhely, mert hogy a Szentléleknek a temploma, és ugye annak a tüze kéne, hogy ott égjen benne. Úgyhogy javaslom, hogy tartsd tisztán a szíved tűzhelyét, és persze nem árt, ha a konyhaival is megteszed ugyanezt. Hálás vagyok, hogy én az anyukámtól mind a kettőt megtanultam.